Új táncterem, rendészeti és szakma bemutató terem is helyet kapott a tavaly megújult Nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában. A teljes burkolatcserét is magában foglaló mintegy 300 millió forintos beruházást újabb fejlesztések követhetik, emellett a Máté Szalkai Szakképzési Centrum más intézményeiben is zajlanak a felújítások. Gépésztechnikus, asztalos, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, csak három szakma azok közül, amelyekre a nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában képzik a fiatalokat. Az oktatás szakgimnáziumi, szakképzőiskolai és technikumi formában zajlik az intézményben. Mindez néhány hónapja már modernebb körülmények között, jelentős felújításon esett át ugyanis az iskola épülete. Saját erős beruházásként mindenhol kicserélték a 40 éves burkolatot, valamint felújították a tornacsarnokot, a beszerzést és kivitelezést túlnyomóan házon belül oldották meg, hiszen például a szakipari munkát az itt tanuló fiatalok végezték el a szakoktatók vezetésével, külső vállalkozót csak minimális részben alkalmaztak. Fiatal lányok mozognak az új tükrös táncteremben, egy használaton kívüli lomos helyiségből alakították ki. Egy másik szaktanterem a rendészeti szakképzés feltételeinek javításához járulhat hozzá. Ennek megvalósításához a megyei rendőrfőkapitányságtól kaptak segítséget, eszközök és szakmai anyagok formájában. A harmadik ilyen új egység egy pályaorientációs szakmabemutató terem robotokkal és más látványos felszereléssel. A beruházás közel 300 millió forintból valósult meg, de a korszerűsítés itt nem áll meg, ahogyan a Máté Szalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó más intézményekben is folyamatban vannak felújítások. Vendég a stúdióban a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja, Rostás János Tibor, jó napot kívánok! Hány intézmény tartozik Önökhöz? Három városban öt intézményünk van, a megyében Nagykállóban kettő, Máté Szalkán kettő és Nyírbátorban a Bethlen, melyet a riportban is említettek. Az iménti felújítások, az körülbelül az intézmények hány százalékát érintette, ha lehet egyáltalán ilyen százalékos arány mondani? Azt kell mondjam, hogy az elmúlt két évben minden intézményünkben történtek felújítások több mint 200 millió forint értékben, tehát egyetlen egy intézményünk nem maradt ki ebből a körből, ugyanis az egyik fontos pedagógiai alapelv, hogy a környezet nevel. És azt gondolom, hogy akkor tudjuk a szakképzést vonzóvá tenni, hogyha az első benyomások is pozitívak, és hogyha még ehhez társul az is, hogy egy színvonalas szakmai munka folyik az intézményekben, akkor gondolom, hogy szép jövő előtt állunk. Ráadásul Önök azért könnyebb helyzetben vannak, mint mondjuk az összes többi intézmény, hiszen szakképzési centrumról van szó, ahol szakmájukból adódóan tudnak segíteni a diákok. Ez valóban így van, és ki is használjuk ezt a kínálkozó alkalmat. Pontosan ezáltal tudjuk még gazdaságosabbá tenni, illetve költséghatékonyá tenni ezeket a felújításokat. Ugyanis meg kell mondani, például a Bethlenben gyakorlati idejüket a tanulók azzal töltötték, hogy burkoltak, festettek és egyéb szakmunkákat végeztek a szakoktatók felügyeletével, és hát azt gondolom, hogy ettől költségkímélőbb megoldás jelenleg nem létezik. No, de még azért nem állnak 100%-on, tehát további fejlesztések várhatóak, hogyha jól tudom. Igen, azt gondolom, hogy ez a körülmények és a lehetőségek arra predesztinálnak minket, hogy tovább gondoljuk a fejlesztéseinket. Jelenleg egy Máté Szalkai kollégium felújításban közel 47 millió forintos fejlesztésbe kezdtünk az elmúlt héten, és már kiírtuk a közbeszerzést az első emelet, a kollégium első emeletének a felújítására, valamint egy harmadik emeleti vízerzsók felújításra, tehát együttesen ez egy 80-85 millió forintos beruházás, amelyet reményeink szerint a tanév végéig be is fogunk tudni fejezni. És ez az, amely jelenleg már folyamatban van, és van egy olyan nagy projekttervünk, amely egy több mint 2 milliárdos fejlesztést foglal magában, ezt centrum szinten értendő, amelyben ebben a tanévben elindult kárpátaljai tanulók képzésének a infrastruktúrális feltételeit szeretnénk jobbá tenni. Azt tudni kell előzményként, hogy közel 100 határon túli tanuló érkezett hozzánk szeptemberben, és 6 szakmában képezzük őket, egy 2 éves OK is képzés keretében, és a jelentkezési lapokból már lehet látni a következő tanév több mint 50%-kal megnőtt a jelentkezők létszáma, erre pedig időben kell, hogy készüljünk. És így egy nyírbátori kollégium épületenergetikai beruházása, ami 2 évvel ezelőtt valósult meg, most egy belső felújítással szeretnénk
még komfortosabbá tenni. Egy tetőtérbeépítést a Máté Szalkai Gépészeti, jelenleg szakgimnáziumban, de szeptembertől már technikumban, illetve a Betlen további fejlesztései, egy külső homlokzat, egy épületenergetikai fejlesztésben is gondolkodunk, tehát egy tornacsarnok a Máté Szalkai déli szomszédságában, tehát vannak terveink, és épp ma beszéltem a helyettes államtitkár asszonnyal, és nagyon pozitívan fogadta az elképzeléseinket, és úgy néz ki, hogy a támogatás is áll részéről. Tehát a kárpát-aljai együttműködés keretében mondhatjuk azt, hogy a kollégiumban szeretnék elszállásolni a kárpát-aljaiakat, akik érkeznek hozzánk. Ez egy unikális, ez egy különleges együttműködés, ugye? Ez valóban akár innovációnak is fel lehet fogni, bár a rossz nyelvek szerint inkább gyerekrablásról van szó, nem fogalmaznék így. Mi lehetőséget szeretnénk adni a kárpátaljai magyar tanulóknak, hogy egy színvonalas szakmai képzésben vegyenek részt, és most nem bántva ezzel a szomszéd oktatási rendszerét, de Kárpátalján az ukrán szakképzés nem áll olyan stabil lábakon, mint a hazai. És azt gondolom, hogy egyben kötelességünk is, mint a határhoz közeli centrumnak, ott a határon túli magyarság, mondjuk úgy, hogy szakmához vagy tanuláshoz jutási lehetőségeit biztosítani. Milyen szakmákról van szó? 6 szakmában szakács, fodrász, kozmetikus, autószerelő, hegesztő, villanyszerelő, és még egy mezőgazdasági gép és technikus képzést is a szomszédos Barossal közösen végzünk. És említette a kollégiumot valóban, de már az 50 fővel ki van feszítve a kollégiumi kihasználtságunk a déli tagintézményünkben, ezért szükséges újabb férőhelyeket kialakítani, hogy az érkező kárpátaljai tanulókat tudjuk fogadni. Egyébként ennek pedagógiailag is egy nagyon fontos hozadéka van. Az idő alatt, amióta ezek a gyerekek köztünk vannak a mi tanulóink között, fegyelmezési problémák szinte nincsenek, az egymással való kommunikáció az több mint barátságosnak mondható, és nagyon jó példával járnak erről a kárpátaljai, mondjuk úgy, hogy vendégtanulóink, akik az iskolai intézményi rendezvényeknek úgymond főszereplő is, mert hangszeres tudásukkal, érettek koruk miatt is nagyon jó hatással vannak a mi tanulóinkra. Az infrastrukturális fejlesztések tehát akkor megvannak, és akkor ezeket ugye tartalommal is meg kell tölteni. És hát ugye említette Ukrajnát, de azért még mi sem állunk 100%, tehát hogy nekünk is fejlődni kell, és ugye az utóbbi időben erre vonatkozóan születtek is szabályok, törvények. Mik az eddigi tapasztalatok a következő tanévtől, hogyan fog tudni startolni az új rendszer? Igen, ami állandóság a mi rendszerünkben az a folyamatos változás. 2015-ben alakultak meg a szakképzési centrumok, és azóta egy folyamatos útkeresésben vagyunk, és most értünk el arra a szintre, amelyet most már, ahogyan is említette, törvény, illetve hát kezdjük időrendben egy 4.0-as stratégia, egy új szakképzési törvény, valamint ennek végrehajtási rendelete most már igazán keretbe foglal. Azokat a változásokat, amelyek egyébként a változásokat, amiket a környezetünk, a gazdálkodó szervezetek részéről megjelenő munkaerőigény kikényszerít, azokra nekünk adekvát válaszokat kell adni. Ezt pedig csak olyan szabályozott jogi környezetben lehet megtenni, amely jelenleg rendelkezésünkre áll. Nem visszamutogatva, de egy köznevelési törvény keretein belül nagyon nehéz a szakképzés lehetőségeit mondjuk kordában vagy egyenes úton tartani. A mostani jogszabályok teljesen mondjuk úgy, hogy a mi fazonunkra vannak szabva, és biztosítják azokat a lehetőségeket, amelyek egy rugalmas, valóban a munkaerőpiachoz igazodó képzési rendszert tudjon kialakítani ezáltal. Mert korábban említette a ma reggeli munkabeszélgetést, munkamegbeszélést, ugye a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára, gondolom erről is szó volt. Valóban 2,5 órán keresztül helyettes államtitkár asszony eléggé katonás a hozzá megszokott stílusban, de megfogalmazta az elvárásait a jelenlévő igazgatók, főigazgatók és kancellárok felé. Úgy gondolom, hogy a rendszer változását azt gondolom, úgy lehet a leginkább jellemezni, hogy miközben egy piaci viszonyok között működő gazdaságnak termelünk szakembereket, bocsánat, nem termelünk, de akkor képzünk szakembereket. A
maga a rendszer az nem működhet úgy, mint egy hivatal, és nem működhet úgy, mint egy mondjuk egy több évtizedes beidegződésekkel bíró rendszer. Na, ezeket a beidegződéseket úgy gondolom, hogy a mostani törvényi változások ezek feloldják, és most egy olyan szerintem történelmi lehetőség előtt állnak az intézmények, hogy igazán meg tudják mutatni az arcukat, meg tudják mutatni a lehetőségeiket, és ehhez forrásokat is fognak kapni, ugyanis ezek a fejlesztések, amelyekről az előbbiekben is szó volt, ezeket nagyrészt saját forrásból valósítottuk meg, és ezek a források jövőben is rendelkezésre fognak állni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.